Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit, önök a Weekendet látják. Úgy tűnik, most már tényleg beköszöntött az ősz, és ez nem csak az időjárásban, hanem a Weekend stúdiójában is érzékelhető. A lakásszépítők műsorunk második felében mindent megtudhatnak az idei őszi trendekről. Előtte azonban több hétvégi családi programot is ajánlunk majd önöknek. Első helyszínünk a Sustói Múzeumfalu, ahova ismét multidézésre invitálják a látogatókat. Október 14-én a pásztor hagyományokat elevenítik majd föl a skanzenben. Vendégem Lakatos Bernadett múzeum pedagógus. Szia, jó estét! Nagy örömmel jöttem, köszönöm. Mégpedig egy olyan rendezvénnyel, amelynek egyébként, ha látom, vagy nézem, akkor már a címe is nagyon érdekes, ugye? Tehát van egy ilyen, hogy második nyírségi csergetés. Ezt nem tudom, hogyha most így feladnánk a nézőknek, hogy küldjék be SMS-ben, hogy mit jelent ez a szó, akkor vajon hányan tudnának a Wikipédia és egyéb szótárak segítsége nélkül erre válaszolni. Megmondom őszintén, én magam, hát vannak sejtéseim, de nem tudom pontosan, mit jelent. Hát a pásztoroknak vannak bizonyos eszközeik, amiket az állatok tevelésére használnak, ilyen például az orstól. És ez az aznapi programnak az egyik eleme, a csergető verseny. Hát eléggé technikás ez a sportelem, ugyanis nagy szaktudásra van szükség ahhoz, hogy egy ostort jól meg tudjanak csettinteni. Értem. Szakavatottak. Ugye el tudom képzelni, hogy akár ez önveszélyes is lehet, nem? Tehát képes az ember saját magát is nyakon csapni egy ostorra. Igen, én már ennek részese voltam, úgyhogy többször nem szeretném kipróbálni, de élvezettel nézem, ahogy a férfiak csettintenek vele. No, mesélj egy picit erről az egész napról, mi mindenre számíthatnak azok, akik kirátulnak. Szerteágazó a program, a skanzen egész területét be lehet járni a program elemek követésével. Kezdünk egy báb előadással a falu központban, aztán kicsit puskáznom kell, aztán a Hortobágyi Csikós bemutatóra kerül majd sor, de lesz bojtáravatás és a jánkmajtisi portánkon, aztán különféle ételeket kóstolhatnak meg, nézhetnek meg a bemutató, illetve ételkóstoló alkalmával, amit a Debreceni Népi Együttes prezentál majd a látogatók számára, persze mind a pásztor életet bemutatva, hiszen a pásztoroknál a száraz tészta, a szárított húsok nagyon divottak voltak annak idején, és ezeket az elemeket is felhasználják majd az ételeik készítésekor. Most az jutott eszembe, hogy bármennyire is egy ilyen multidéző programról van szó, azért nagyon sokan találkoznak még ma is pásztorokkal, vannak nyájak, igaz, hogy már igazán elvétve, és amikor az ember mondjuk belefut egy ilyen dologba, akkor nem tudja, hogy most egy időutazáson vesz részt, vagy valakinek valósan még ez az élete, de én magam is szoktam itt a közeli bokortanyákban látni még pásztorokat, pumival, mudival, bárányokkal, apró kecskékkel. Hogy gondolod, ez, vagy neked ezzel kapcsolatban mi a véleményed, hány évig tartható még fenn mondjuk ez a fajta szakma, vagy ez már lassan tényleg csak a skanzenek világában lesz látható a felnövekvő generációk számára? Hát a mai világból valóban kikopóban van ez a szakma. Kihalófélben vannak a hagyományos értelemben vett pásztorok, de azért valóban még bokortanyákban, kisebb falvakban fellelhető egy-egy ilyen foglalatosságot művelő család, baráti társaság, de hála a lelkes hagyományőrzőknek, és hát a skanzeneknek is, hiszen mi ezzel foglalkozunk, ez is a szlogenünk, hogy ahol él és élmény a hagyomány, igyekszünk ezeket megőrizni az utókor számára. Múzeumpedagógiai módszerek közül ilyenkor például mik azok, amelyek előtérbe kerülnek? Mi lesz most mondjuk ezen a rendezvényen, amelyet te is használsz majd? Hát az élmény elemeket vesszük előtérbe. Nem véletlenül vannak a bemutatók, a kézműves foglalkozások, mind-mind
ehhez a témához kapcsolódik. Olyan foglalkozásokat mutatunk be, például a bőrdíszműves, vagy akár olyan kis játékos feladatok, amikkel a gyerekeket játszva tanítjuk, vagy ismertetjük meg ezt a hagyományt. 11 órakor lehet majd, úgy látom, regisztrálni, és 12-kor lesz a megnyitó, és maga ugye a csergetés. Gondolom, hogy azért ez itt tétre megy, tehát nem csak úgy csettingetnek, van valami értékes ajándék ilyenkor? Ilyenkor mindig igyekszünk összeállítani valamilyen ajándékcsomagot, vagy élménycsomagot, amivel a nyertesnek kedveskedünk. És hát van egy bojtárverseny is, ami ehhez kapcsolódik, tehát ott is várjuk a jelentkezőket, akik lelkesen részt vesznek ezen a versenyen. Lehet tudni valamit, hogy például a bojtárversenyen milyen jellegű feladatokat kell majd elvégezniük? Hát, mozgásos feladatok, de azért szellemi csiszoló is lesz benne, úgyhogy hát nem szeretném elárulni, mert hát akkor már lehet készülni rá. Itt adhok jelleggel kell megmutatni a tudásukat a jelentkezőknek. Tehát lassan azért már ugye megyünk bele az őszbe, sőt a télbe, amikor ugye a múzeumfalu tulajdonképpen a kapuit azért már bezárja, és elsősorban belső munkálatok folynak, és felkészülés a következő évre, mint ahogy régen ugye a paraszti kultúrákban is ez megszokott volt, hogy amikor megtörtént a betakarítás, akkor egy kicsit megpihentek a családok, és készültek azért a következő esztendőre. Így visszatekintve erre az évre, mik voltak a legnépszerűbb alkalmak, mi volt a látogatók számára a leginkább izgalmas, érdekes terület? Én azt gondolom, hogy a gasztronómiai programok nagyon sok embert megmozgatnak, és ez a látogatói létszámban, a statisztikám is megmutatkozik. Minden olyan programunk, hagyományos programunk, amihez étel kapcsolódik, az nagyon népszerű volt, és mi is kedveljük, hiszen nagyon sokféle emberrel tudunk találkozni ezeken a programokon. Lesz-e most valamilyen pásztorétel esetleg ezen a rendezvényen, amit megkóstolhatnak a nézők? Igen, ahogy említettem, a Debreceni Népi Együttes résztvevői fognak nekünk pásztor ételeket készíteni. Ez ugye például egy ilyen slambuc, vagy igen, egy... Igen, igen. Ilyenre kell gondolni. Gulyás, mindenféle fajtáját felvonult, tehát az ilyen ételeknek. Hát, ami jó kis tartalmas, és már ősszel ugye egy meleg ét, esetleg egy kis csilivel, vagy csipős paprikával meg lehet bolondítani, hogy még inkább az ember testét is melegen tartsa. A programokról meg szerintem, illetve a lélek melegéről, meg a programok, illetve a verseny gondoskodik. Majd köszönjük szépen, nagyon szívesen. Várunk mindenkit szeretettel. Kedves nézők, a Skanzen a Werbung napjának is otthont adott a közelmúltban. A tánc mellett a népmesék is teret kaptak aznap. Erről szól a következő bejátszásunk. A Werbung napja ez egy hagyományos rendezvény, illetve azzá vált 3 évvel ezelőtt, amikor először a Nemzeti Intézményünk a Hagyományok Háza kezdeményezésére mi is vállaltuk azt, hogy egy helyszíne leszünk. És olyan jó sikerült az első alkalom, hogy egy év múlva úgy gondoltuk, hogy hát rendezzük meg még egyszer. Akkor a Hagyományok Háza kicsit gondolkodott ezen, hogy megrendezzük, ne rendezzük, ugye ennek mindig van egy kis pénzügyi vonzata is, de mi úgy döntöttünk, ez az 5 helyszínnek a szervezői, hogy ha a Hagyományok Háza nem tud hozzájárulni semmivel, akkor is megszervezzük. És akkor látták, hogy ennek van értelme, és természetesen a Hagyományok Házában is megszerveződött az 5. helyszín, és utána pedig úgy döntöttek, hogy na jó, hogyha ennek van ilyen típusú jelentősége is, hogy minden évben akkor legyen, és akkor az idén úgy döntöttek, hogy mind az 5 helyszínt azonos mértékben meg is támogatják, tehát van egy kis
anyagi forrás arra, hogy meg tudjuk rendezni, hát hiszen egy csomó minden szervezést igényel, zenekart, úti költségeket, és hát így aztán úgy gondoltuk, hogy itt ez a legjobb helyszín nekünk. Hány tánccsoport, illetve hány táncos van itt? Majdnem mindenki eljött, akit meghívtunk, egyedül az Igrice Néptánc Együttes nem tud itt lenni, hiszen ők most is ezekben a percekben készülnek a 40 éves jubileumi gála műsorukra, úgyhogy ők igazoltan vannak távol. Illetve nem tud még itt lenni a tánctanoda sem, akiknek a vezetőik vannak távol, tanítanak valahol, és így most ők nincsenek itt. Az előző alkalmakkor ők minden alkalommal részt vettek. Most összesen 230 táncos és zenész van itt, tehát ez egy, hogy is mondjam, csak egy rekordlétszám az eddigiekhez képest. Mindig sokan voltunk, de most vagyunk a legtöbben egyébként, még így is, hogy két együttes is hiányzik, hiszen a vendégek, akik más településről érkeztek, is nagy létszámmal vannak itt. Összesen 9 táncegyüttes, ami igazából nem is 9, hanem 10 vagy 11, hiszen például, hogy azt mondjuk, hogy a nyílség utánpótlás, az mindjárt 3 együttest jelent. Fontos az, hogy egy külön napot szentelnek a Verbunknak itt a Múzeumfaluban. A Verbunk az egy olyan örökség, amelyből úgy gondolom, hogy lényegében kinőtt az a tánckultúra is, amelyet megismertünk. Lehet, hogy egy kicsit túlzás, de azért mégis, hogyha a néptáncot halljuk, akkor a Verbunk szó az mindenkinek beugrik az elsők között. És ezért nagyon fontos az, hogy ennek a férfias táncnak azért teret adjunk, akár egy külön nappal is, és ezért vagyok én is nagyon boldog, hogy itt most a mai nap itt a Sóstói Múzeumfaluban, amely ugye egy megyei érték, az külön a Verbunkról szól, és az meg különleges, úgymond finomságot ad a rendezvénynek, hogy ma van a népmese napja, és a népmesei elemeket azért össze is kötötték itt a mai rendezvényen a Verbunkkal, és ezáltal még színesebbé vált ez a program, és úgy gondolom, hogy még közönségcsalogatóbbá. És hát itt azért elismerünk majd egy olyan, hanem megemlékezünk egy olyan emberről is, aki ugye nem olyan régen lett a népművészet mestere, Murgulj Lajos bácsiról, aki nagy ecseden ezt a Verbunkot úgy gondolom, hogy talán a legkülönösebben műveli ebbe az országba, úgyhogy ettől én úgy gondolom, hogy egy nagyon kerek nap lett, hogy ezekből az összetevőkből, és a Verbunk is pontosan erről szól, hiszen minden finomság, minden erő benne van, és ezáltal válik egy nagyon karakteres táncá. Thank you.
magyar népmese Benedek Elek születésnapjának az ünnepnapja is egyben, és ugye ilyenkor a népmese napon mi általában az iskolás és óvodás csoportokat szoktuk fogadni múzeumpedagógiai foglalkozásra, de mivel hétvégére esik, és a Werbung napja is egy időpontra esett ezzel a nappal, úgy döntöttük, hogy egy kerek egész napot szeretnénk biztosítani minden kedves látogatóknak. A délelőtt folyamán hangzottak el népmesék, a Maszkbáb Színház Mátyás király korából hozott bábelőadás, aztán egész nap nyírségi, élőszavas népmesét hallgathattak a Kálus Eméni portán a vendégeink. Ezt követően a színpad már a táncosoké volt, és bizony egész nap folyt a főleg magyar tánc, Werbung táncit, és hát ugye a gála műsora pedig befejeződött a mai program. Egy kerek egészet csak akkor kapunk, ha mégis mi mesével zárunk, hiszen az esti záró akkordja, az esti záró akkord pedig felnőtteknek szóló mese lesz, tehát már ki kell, hogy tegyük a 18-as karikát, de reméljük, hogy a felnőttek kitartanak, hiszen mindeközben népzenét is hallgathatnak, és természetesen a bátrak még táncházban is részt vehetnek. Mióta táncoltok? Én lassan 10 éve. Én lassan 5 éve fogok. Ebben az évben lesz 5 éve, harmadik óta táncolok most jelenleg. És melyik táncegyüttesben vagytok? A Nyírség Táncegyüttesnek az utánpótlásában, én az Ispilán Máté pedig a Topogó Táncegyüttes. Mit jelent nektek a tánc? Milyen része ez az életeteknek? Hogy milyen része? Mindennapos része a tánc. A kikapcsolódás, ami sosem fog elmúlni. Nekem is igazából, hogyha táncra megyek, én azt érzem, hogy ott megnyugszok, feltöltődök. Hát a közösség is nagyon jó, és meghatározó része az életemnek.
Ma kezdődött, és még két napig tart hazánk egyik legrégebbi szüreti eseménye, a Tokaj-hegyaljai szüreti napok. Vendégem Fintor Gábor, a Tokaji Kulturális Központ intézmény vezetője. Szia, jó estét! Mielőtt még azért a mostani programról beszélgetnénk, amint meglátlak, mindig feltorul bennem az a rengeteg pozitív élmény és katartikus pillanat, amit a Tokaji Fesztivál Katlanban éltem meg én magam ezen a nyáron, és hát azt gondolom, hogy több tízezer hasonló látogatótok volt. Van erről valami összesítés, hogy hányan voltak az idén az előadásokon? Igen, idén több mint 30 ezer látogatója volt a Fesztivál Katlannak. Ez egy fantasztikus szám. Több dupla teltházas produkcióval örvendeztettük meg a közönségünket, akik tényleg az ország számtalan pontjáról érkeztek Tokajba, a 950 éves Tokajba, hiszen idén 950 éves Tokaj, és ennek kapcsán minden rendezvényünket ennek szellemisége hatja át. És az egyik kiemelkedő eseménye természetesen a Fesztivál Katlan programsorozata volt ebben az évben a 950 éves Tokajnak. Ezen belül is talán az István a király dupla teltházas jubileumi produkció, ahol egyébként egy kellemes és kedves ünnepség keretében átadtuk a Tokaj 950 évre hallgató tortát is, a város tortáját, és ezen kívül is számos más produkció, Rúzsa Magdi, Zorán, és a Mamia előadása Madách Színháztól, amelyek tényleg fantasztikusra sikerettek. Én azt gondolom, hogy ahogy mondtad is, ugye nem csak Nyíregyházáról vagy a környező városokból, illetve Tokajból, hanem az ország számos pontjáról érkeznek, és ilyenkor nyilván aki eljön egy koncertre, az ott is marad Tokaj hegy alján egy jó pár napig, és olyan, mintha egy magyar provence-szi túrán lenne, hiszen szebbnél szebb települések, finomabbnál finomabb borok, és hát Tokaj is gyönyörű. Egy-egy nyár estén ugye nagyon sok vendéglátóhely is van már, tehát mondhatni azt, hogy ott topzódnak az emberek a gasztronómiai, illetve a kulturális élményekben is, és hát nem csak a Fesztivál Katlanban, de hát azért Tokaj belvárosában is voltak programok ezen a nyáron. Igen, és tulajdonképpen ezt a fantasztikus természeti és építészeti örökséget, ahogyan említetted, szerettük volna egy konferenciában megmutatni. Szeptember 15-én a Paula Ede Színházban egy ismeretterjesztő konferenciát szerveztünk a 950 éves Tokaj tiszteletére. Különböző témákat, területeket érintettünk, több mint 10 előadás hangzott el, és ennek keretében kiadtunk egy konferenciakötetet is, ezt egyébként elhoztam, és itt az előadás sok rövidített változatai, rezüméi megtalálhatóak ebben a kötetben. Nagyon büszkék vagyunk erre, nagyon büszkék vagyunk az eredményekre, nem csak a Fesztivál Katlan fantasztikus nézőszámára és produkcióira, hanem tényleg azokra az eseményekre is, amelyeket kimondottan, kifejezetten a 950 éves jubileum jegyében szerveztünk. Ez volt sportrendezvény, például 950 méteres mozgás, futás a Bodrogparton, a Tiszaparton, ez a konferencia, de a Tokaj bornapok, a Magyar Kultúra Napja, egy felolvasóest a Magyar Költészet Napján, a Tokaj a Magyar Irodalomban című kötött összeállítása alapján. Ilyen lesz majd egyébként egy újabb felolvasóest a Tokaj a Világirodalomban című összeállítása alapján, és hát a legnagyobb ezek között is kiemelkedően természetesen a most zajló Tokaj-hegyaljai szüreti napok. Na, beszélgessünk erről. Egyébként Posta György úrral poénkodtunk, polgármester úrral egy Tokaj-Nyíregyháza Bringa pikniken, hogy milyen jó lenne az 1000. szülinapon is ott lenni, hát az nagyon jó fizikummal kellene rendelkezni, de hát azt gondolom, hogy a mai gyerekek közül sokan ott lesznek majd az 1000. évfordulón is. Nos, most 2023 őszén úgy tudom, hogy a hosszú ősznek köszönhetően beértek az aszú szemek is, úgyhogy nagyon jó lesz a következő évjárat, és milyen a maga a mostani fesztivál? A Tokaj-hegyaljai szüreti napok az tulajdonképpen hazánk egyik legrégebbi szüreti eseménye, de mindenképpen Tokaj a legnagyobb szüreti fesztiválja. Október 6-a és 8-a között van idén, számos borászati programmal, szakmai tanácskozásokkal és természetesen zenés programokkal, koncertekkel. Október 6-án pénteken ugye a Konyhazenekar és a Parnograszt, október 7-én a Bieber's koncertezik, és ezen a napon, október 7-én van a szüreti felvonulás is, amely tradicionális pontja, eleme
a születi rendezvénynek, és ezt követően jön majd a szülőosztadási ceremónia 15 órától a főtéren, ahol mind a 27 hegyaljai település polgármestere megjelenik, reprezentálja a Tokaj hegyalját, összeadja a szőlőjét, és ebből a összeadott szőlőből majd a következő évre elkészül a polgármesterek bora, amely kereskedelmi forgalomban nem kerül, reprezentációs célokat szolgál, ez egy fantasztikus összefogás, azt gondolom, úgyhogy ez a két kiemelkedő pontja van a fesztiválnak, a születi felvonulás, illetve a szőlőosztadási ceremónia, de említettem ugye a koncerteket is, így tehát október 7-én a Biebers mellett még a Vivat Bacchus is koncertezik, de számos utcazenei program, népi játékok tere, gyermekprogramok találhatóak meg majd a városban, természetesen a nyitott pincészeteken kívül, hiszen számos más alternatív helyszínen is lesznek kulturális programok, illetőleg zenei koncertek, és az utolsó napon, a harmadik napon, október 8-án vasárnap a Margaret Island ad majd koncertet 19 órától, úgyhogy azt gondolom, hogy ez majd felteszi a pontot az íre, és nagyon sokan jönnek majd Nyíregyházáról, illetve Szabolcs megyéből is erre a koncertre, mert nagyon népszerű ez a zenekar, úgyhogy ide is szeretettel várunk mindenkit, és természetesen minden információ egyébként megtalálható a fesztiválról a weboldalunkon, amely a tokajszületinapok.hu weboldalon található. A nagy színpad a főtéren található majd? Igen, amely a Tokaj 950 nevet kapta idén, úgyhogy ennek is dukál, hogy ezt a színpadot most így neveztük el, de már van másik két kis színpad is, ahol szintén mennek folyamatosan programok, zenei kínálatok, ez pedig a szüreti teraszon, illetőleg a borteraszon található majd meg. Tulajdonképpen ez lesz az ősz legnagyobb rendezvénye, és ezzel szépen most már a szüreti munkálatok után ugye mindenki megpihen, ha mondhatjuk azt, a borászok is, de hát azért a pincészetek, illetve a különböző szórakozóhelyek a télen is várják majd a vendégeik. Lesznek-e kulturális programok, mondjuk késő ősszel, készültek-e valamire még? Igen, lesznek még színházi előadások a Paula Jede Színházban, illetőleg, ahogy említettem, a jubileumi év zárásaként még lesz egy felolvasó est a Tokaj a világirodalomban című kötetnek az összeállítása alapján, amelyen majd különböző vers részleteket olvasnak fel a helyiek, úgyhogy ez lesz a jubileumi év zárása, de ezen kívül pedig színházi előadásokkal várjuk a Tokajba érkező kedves közönségünket. Gábor, köszönjük szépen! Én köszönöm! Kedves nézőink, ennyi fért a Weekend első részébe, a híradó után az őszi dekorációs trendekről is beszélgetünk, maradjanak velünk! Kedves nézőink, köszöntöm Önöket, ez itt a Weekend második része, és mesés témával folytatjuk. Nemrégiben ünnepeltük a Népmese világnapját, lehet, hogy ez is ihlette következő vendégünket arra, hogy egy különleges műsorral készüljenek. Munkácsi Anita művésznő és kolléganőm következő vendégünk, ugye Anita, te nem csak színésznő vagy, hanem a Kölcsei Televízió munkatársa is, és hát mellette óvodapedagógus, hallgató, úgyhogy egy nagyon különleges, összetett személyiség vagy. Nemrégiben Rák Zoli kollégáddal is vendégeskedtetek itt nálunk a stúdióban, tehát van egy felnőtteknek szóló műsorotok is, és úgy gondolom, hogy egyre több műsor ötletetek is van, úgyhogy akkor mesélj erről a bizonyos gyerekeknek szóló előadásról, mit találtatok ki? Igen, hát nekünk már pont a Rák Zolival, de igazából ővele játszottam többet, de a Gergővel írtunk korábban egy mesét, amit nagyon sokáig évről évre játszottunk a Mikulás hajón. És abszolút nem állt tőlünk távol, és én a Móricz Zsigmond Színházban is nagyon sokat játszottam mesedarabokban, illetve érintett vagyok, mert van egy 3,5 éves kislányom, Rák Zolinak meg szintén hasonló korú gyerekei, és érkezett egy felkérés a Népmese napjára, és én egyébként is nagyon sokat foglalkozom mostanában mesékkel, már csak az egyetem miatt is, és akkor eszembe jutott, hogy csinálhatnánk valami olyat, ami igazán ideillik, tartalmaz magyar népmesét is, és ez egy olyan 30 perc lett, ami 3 mesét tartalmaz, az egyiket csak elmesélem, és a Rák Zoli gitározik hozzá. Ez egy nagyon érzékeny, és igazából a családról szóló mese. Ezt elmesélem a gyerekeknek, és aztán 2 mese van, amit eljátszunk. Az egyik a 3 kívánság, a másik pedig a csali mese.
És hát megmondom őszintén, hogy ez az, amit a gyerekek nagyon, tehát sokkal inkább máshonnan érinti meg őket. Amíg az első mese, ez egy nagyon komoly dologról szól, és mégis átérzik, és jönnek vele, a másodikban már nevethetnek kedvükre, és a harmadikban is, mert az tulajdonképpen kicsit olyan, mint egy bohóc tréfa. Mi vagyunk benne ketten, és hát amit megmosolyogtunk, hogy természetesen a saját kellékeink, az a gyerekünk játékos ládájából kerül elő. A városban most két alkalommal volt egy oviban lehetőségünk ezt a Rák Zolival játszani, és most egy másik óvodában is, illetve Gáva Vencsellőn láthatták a kicsik ezt a meseösszeállítást, de készülünk ugyanígy a Mikulás időszakra azzal a mesével, ami már nagyon régóta a tarsajunkban van, és amit azt mutatom, hogy mi is nagyon szeretünk játszani, mert egy ilyen mókázás. Ugye, amikor egy színházi előadást, mondjuk egy gyerekdarabot egy rendező megrendez, és megtörténik a premier, akkor talán pici csiszolások még beleférnek, hiszen a közönség visszajelzése lehet, hogy sokat ad a darabhoz. A ti esetetekben, amikor egyébként más-más óvodában, más településre, nyilván más szociokulturális háttérből érkező gyerekek elé álltok, akkor benne van ez a változtatási lehetőség esetleg? Tehát van olyan, hogy kiderül, hogy mondjuk bizonyos részeket nem úgy vesznek, vagy be kell esetleg a gyerekeket kapcsolni, mennyire vagytok ebben rugalmasak? Abszolút rugalmasak vagyunk. Olyannyira, hogy amikor mi ezt elkezdtük együtt csinálni, akár a Gergővel, vagy az Olival, akkor ugye egy olyan dologhoz kellett hozzá szocializálódnunk, vagy egy olyan dologhoz kellett igazítani egy előadást, ami például egy hajó volt, ami nem mindig tudott ugyanannyit menni. De a gyereket akkor is foglalkoztatni kellett, pláne amikor mondjuk egy hajótestben voltak 200-an, amikor ugye annak a mesének már valahogyan vége van, vagy vége lenne. Úgyhogy ez mindig úgy lehetett, hogy megvan, hogy körülbelül milyen hosszú, de amikor azt látjuk, hogy a gyerek nagyon jön vele, nagyon jól szórakozik, nagyon viccesnek talál valamit, azt azért mindig igyekszünk kimaxolni. Kicsit olyan, mint a Commedia dell'arte. És egyébként ezek az alakok is, hogyha a magyar népesét vesszük, ezek az alakok is tudnak így működni. Nagyon szórakoztatja a gyerekeket például az, amikor én bajuszos öregember leszek egyszer csak a feleség szerepéből a Három kívánságban. Én leszek a bajuszos öregember, és a Rák Zoli lesz a fiam, és akkor ahogyan ezeket a kellékeket is mi előállítottuk, a gyerekeknek az egy csoda, de valójában ők is így működnek, hogyha én két plüslovat fogok a szántáshoz, akkor azok nekik a lovak, és ha az otthoni felmosóból, amit nyilván akkor vettem meg, vágom le és csinálok bajuszt, ők ezzel tudnak, nekik bármi lehet bármi, és igazából ezt próbáljuk kiaknázni. Nyugtass meg, attól függetlenül, hogy sokan már hamarabb vesznek a kezükbe távirányítót és mobiltelefont gyerekkorban, mint hogy például egy vastag gyerekek számára készült képeskönyvet lapozgatnának. Mondjuk, hogyha egy ilyen szituációba kerülnek 3 vagy 4 évesen, képesek a fantáziájukat, illetve az abban levő tartalékokat megmozdítani, amikor tényleg csak jelzésértékű kellék van, és be tudnak ugyanúgy kapcsolódni, mint azok a társaik, akik esetleg úgy fekszenek le esténként, hogy a szüleik valóban mesét mondanak, és kell, hogy használják egy kicsit a képzelő erejüket, vagy nekik nehezebb? Ez egy örök kérdés, és ez azért is nehéz ezt így megválaszolni, mert ha mi kimegyünk ketten a kis ládánkkal egy óvodába, ahová beül valamennyi óvodás, az mindig egy sokkal közelebbi dolog, az sokkal hamarabb elér hozzá, ott kézzelfoghatóak leszünk. Amikor még a színházban csináltunk előadásokat, ott mindig szerintem egy örök kérdés volt, hogy vizuálisan mit kap a gyerek egy előadásban, mi az, ami az ő inger küszöbét még tudja mozdítani. Hiszen amiről beszéltél, egy telefonon valami folyamatosan villog, valami folyamatosan zenél. És az is mindig kérdés, hogy kell-e ennek megfelelni, és megpróbálni felélőni ennek az óriási ingeráradatnak, vagy el kell hinni, hogy a humor, az élő szó, anélkül, hogy minden repülne és csillogna, tud működni. Én azt hiszem, hogy tud, de ezek nagyon-nagyon speciális dolgok. Azt bizonyára tudjuk, és bizonyított, hogy ha egy gyerek mesét hall, kicsi korától fogva, akkor nem csak, hogy a beszéde, de
az a világról alkotott képe, vagy éppen a megküzdési technikái mennyire mások lesznek azokhoz a gyerekekhez képest, akik ingerszegényebben, mondjuk már láttam saját magam is ilyet, hogy egy telefon oda van rakva egy babakocsi elejére, és akkor tessék nézni, amíg anya vásárol. Nem hiszem, hogy ezek az utak jók, és igenis én a saját gyermekemmel is nagyon igyekszem azt, hogy amikor mi este leülünk és mesélünk, még akkor is, ha valami nem biztos, hogy feltétlenül az ő korosztálya, az ő kis elméje arra van kalibrálva, hogy ő mindazt képzelje el a hallott szó által, amit még elbír, és szerintem itt ez egy nagyon kulcsmondat. És hogyha ilyen gyerekeket nevelünk, akiknek ilyen szépen a szivárvány minden színében tud pompázni a kreativitása, meg a fantáziája, akkor lehet belőle színésznő, műsorvezető, vagy óvodapedagógus, hát, vagy sebész, de leginkább az vagy mondani, gyermekorvos. Anita, még egy utolsó kérdés, és hogy érzed magad ebben a szerepben, itt a televízióban? Köszönöm, nagyon jól érzem magam ebben a szerepben, ebben is, és egyébként azt hiszem, vagyis ezt fogalmaztam meg magamnak, hogy bár a szívem az a színházi nagyon sok aspektusában, de nekem kinyílt a világ. Tehát azt, hogy járhatom a megyét, és láthatok nagyon sok mindent, és az életem nem a színház és a színészház között van, ez egy nagyon jó élmény. Na hát kívánom, hogy ebben is fürdőzz sokáig, sok-sok szeretetben. Köszönjük, hogy itt voltál. Kedves nézők, a következő bejátszás apropóját október 4-e, Assisi Szent Ferenc napja adja. Ekkor ünneplik ugyanis az állatok világnapját. Évek óta hagyomány, hogy a Nyíregyházi Állatpark különleges programsorozattal készül erre az eseményre. Érkezik a gyereksereg a Nyíregyházi Állatparkba. A látogatókon kívül óvodás és iskolás csoportokat fogadnak a következő két hétben. Az Állatok Világnapja alkalmából ilyenkor mindig különleges programokkal készülnek a szervezők. Az idei rendezvény kiemelt témája az állatvilág sokszínűsége és védelme. Az állatparkban az Állatok Világnapján hagyomány, több évtizede jellemző, hogy ilyenkor fogadjuk az iskolás csoportokat, hiszen az állatpark tulajdonképpen maga egy élő szerter az 5000 állatával, és a tudatformálás, a szemléletformálás nagyon fontos szerepe és közege ez a hely. Rengeteg különleges programmal várjuk a mai napon a vendégeket, lesznek látványtetések, de lesznek CITES kiállítás bemutatóink is, illetve a Nem Szeretem Állatokkal is megismerhetnek a vendégek. Jól látható, hogy már mögöttem tózódik a tömeg, hiszen rengeteg intézményből érkeznek hozzánk. Kaptunk e-mailt és tájékoztatást, én beszéltem többször az állatparknak a dolgozóival is, és hát az, hogy mire számítsuk, azt nem tudjuk, de most már talán lesz valami fogalmunk, hogy a tigrisek ugye egyébként nem szokásos ez a látványetetés, mindig délután kapnak esti órákban enni, és most viszont ilyenkor, úgyhogy hajrá, megnézzük, hogy mi lesz. A látványetetések sora a világ legritkább tigrisfajánál, a szumátrai tigrispárnál kezdődött. Összesen 400 egyedélben ülök a természetben és 300 állatkertekben. A kihalás szélére került alfajról van szó, majd figyeljétek meg, hogy elég kicsúrt a testalkatúak, és kis sörényt is viselnek a popincójukon, innen lehet megkülönböztetni a többi tigris alfajtól. Gio és a kedvese nem régóta alkotnak egy párt. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy Gio vajon előzékeny lesz-e a hölgyel szemben, vagy pedig magához kaparítja a takarmányt. Itt dobozokat láthatunk, abban van elhelyezve a takarmány, nyilván hússal táplálkoznak ezek a nagymacskák. Ez pedig már a fehér tigrisek kifutója. Itt egy jellegzetes hanggal csalogatják elő a vadállatokat. A látványos programok közben a gyerekek számos érdekességet tanulnak a vadvilág rejtelmeiről. Kiket is láthatunk itt? Ice Boy, a gyönyörű szép, kecses fiatalember, fehér tigrisünk, és Hópihe, a barátnője. Ők fehér tigrisek, a bengáli tigris színmutációként jöttek létre. Milyen színű a bundájuk? Fehér. Így van, fehér. Tudnál ők vadászni a természetben? Igen. Apa, hogy megy vadászni? Fehér pólóba jár vadászni? Igen. Milyen színűben, mint a természet, ugye?
így van, tehát zöld vagy barna, úgyhogy nem annyira nyerő ez a vadász szárshoz ez a színváltozat. Úgyhogy ők állatkerti színváltozatú állatok. Milyen színű a szemecskéjük? Ki látja? Még teljesen test közelben vannak most itt. Fehér. Hát, nem fehér. Zöldes. Zöldes kék a szemük, így van. A fehér oroszlánok a trópusi ház lakói. Ők is dobozba rejtve kapták meg a különleges falatokat. Melyik látványatot is tetszett a legjobban? Nekem a fehér oroszlánok tetszettek a legjobban. Azért tetszettek, mert nekem azok a kedvenc állataim, és szeretem őket. Sok mindent megtudtatok most, és hogyha igen, akkor melyik volt a legérdekesebb információ ez alatt a kis vezetés alatt? Sok mindent megtudtunk, nekem minden tetszett, az idegenvezetőt is mindent figyeltünk, amit mondott, követtük a tanárokat is, meg minden, figyeltük, hogy esznek, meg hogy szerzik meg az élelmet, meg ahogy játszanak, de nekem nagyon tetszett minden. Volt olyan információ, ami új volt nektek? Nem. Igen. És mi volt az? Hát, hogy a nőstény szerzi be az ennivalókat, és a hím pedig eszi meg először. Nekem az új információ volt. A zöld piramisban már testközelből is ismerkedhettek az esőerdők lakóival a gyerekek. Ő egy királypiton, vagy angolul labdapitonnak is hívják. Az állatok világnapját minden évben október 4-én, Assisi Szent Ferenc napján rendezik meg világszerte. Abban, hogy a Weekend stúdiója őszi hangulatban pompázzon, nagy szerepe van következő vendégemnek. Szabó Veronikával, a Bíborka bolt és műhely megálmodójával az idei trendekről is beszélgetünk majd. Szia Veronika, jó estét! Jó estét, üdvözöllek! Csodálatos színeket hoztál. Ugye az ember így az ősztáján először is a narancssárgára és a feketére asszociál. Voltak évek, amikor egyébként ilyen színekben pompázott a stúdiónk, most pedig hát egy ilyen nagyon varázslatos, misztikus, mint egy ilyen csillogó, nem is tudom, mint egy ilyen manó erdőbe keveredtem volna, ilyen érzéseim vannak. Akkor ezek szerint ez a trend, ugye? Hát az őszünk egy kicsit hosszabbra sikerült, és nyárias őszre, így a falevelek láttán is kevésbé ezek a nagyon erős őszi színeket látjuk most, de a trendek is ehhez igazodnak, a pasztelebb, a lágyak színek jelennek meg most az őszi dekorációkban is. Természetesen ugyanúgy a hagyományosan a narancssárga majd november környékén újra elő fog jönni, tehát a novemberi időszakban ezek a színek, a narancssárga, fekete újra elő fog jönni, de addig is élveztük ezt a késő nyári indián nyár vagy vénasszonyok nyara időszakot, és ez a színekben is nagyon szépen visszaköszön, illetve az arany időnként mostanában nem csak a karácsonyi dekorációkban, hanem ezek a visszafogott, finomabb, megcsillanó fények megjelennek a nyári, az őszi és a tavaszi dekorációban is. Most az ősziekben ezekkel a pasztelszínekkel nagyon különleges, így ahogy mondod, egy picit ilyen varázslatos színeket ad. A lakberendezésben is a természetesség még mindig ugyanúgy visszajön, illetve ahogy látod, ezek a natúr dekorációk, a natúr színek, és azok egészülnek ki különböző finoman megcsillanó részletekkel. Most a smaragdzöld, a mohazöld megy a lakberendezésben, a lakásdekorációkban a natúr kiegészítőkkel, illetve egy pici arannyal megfűszerezve, vagy ezzel a természetes bőrszínnel. Igen, ahogy így visszaemlékszem, már így koratavasszal is, meg az anyák napja kapcsán is ezekről a pasztel színekről beszélgettünk, ugye a púderes színekről, vagy
a bézsnek a különböző árnyalatairól, és valóban, ahogy mondtad, ez eszembe se jutott, hogy tényleg azáltal, hogy még október végén is 28-30 fokok vannak, és persze van egyfajta ilyen eklektikus érzése az embernek, amikor felöltözik, hiszen már reggel, például én nagyon nehezen tudok váltani, amikor évszakok vannak, tehát én még novemberben is képes vagyok harisnya nélkül mezitláb, vagy akár pántos cuccba menni egy-egy pulcsival reggelente, mert várom azt, hogy akkor megint 20-valahány fok lesz, és akkor egy kicsit még lehet élvezni ezt a nyarat. És a színekben tényleg, ahogy megcsillan az arany, ott van az indián nyárnak ez a melengető, testet és lelket melengető, kicsit lustácska nap nyalábok, vagy nem tudom, amik úgy az erdőbe például bekúsznak, de azért még ott vannak a zöldek, amik már egy picit az elmúlás felé hajlanak. Aki ezt tudatosan használja, azt gondolom, hogy ugyanezt az érzést, amit a természetben megél, azt akkor be tudja csempészni a saját lakásába és is. És akkor így harmóniában tud lenni. Tehát ahogy mondtad, ez a dekoráció, valóban sokat dolgoztunk vele, de magát egy ilyen dekorációt összekészíteni, rakni, mert nem olyan nagyon nagy dolog. Tehát, hogyha vannak kész dekorációk, amit már beszéltünk, és azokat megújítani, új színeket belehozni, vagy egy-egy ilyen hangulatot megalkotni a lakásban, az már nem egy olyan nagyon-nagyon hosszú idő, és érdemes ráfordítani, mert teljesen más érzetet ad a lakásban, amikor az adott évszaknak, az adott időszaknak öltöztetjük a lakásunkat, és nem csak magunkat a ruhákba. Azok a nagyon jó szemű nézők, akik azért nem csak azt figyelik, hogy miről szól egy beszélgetés, hanem nézik a díszletet is, vagy az apró részleteket, ugye az ördög az apró részletekben bújik meg, azok látják, hogy például a párnáink is változnak, és ugyanezt elérhetjük otthon is. Tehát azért, akik már egy picit odafigyelnek, azok megpróbálnak például azzal mainálni, hogy vannak különböző párnahúzataik, adott évszaknak megfelelően, és ugye a legjobban akkor járunk, hogyha ezek nem nagyon harsogóak, de mégiscsak a színeikben követik az évszakot, és teljesen megújul szinte egy-egy interiőr. Figyeltem itt a kis komódunkon, ahogy említetted, nagyon sok minden a természet ihlette, illetve hát nem csak ihlette, hanem egyenesen a természetből szedtétek össze ezeket a kis darabkákat, hiszen például nem is tudom, hogy esetleg ezt kézbe vehetem. Ez egy úszadékfa. Ez egy úszadékfa, bocsánat, hogyha esetleg itt ezt a szépen berendezett dolgot. És ezt is be lehet dekorálni, nagyon-nagyon szépen be lehet dekorálni. Készen is lehet venni ilyen úszadékfákat már, tehát hogy ez egy lakberendezési trend is, de akár a természetben járva ilyen fadarabokat, kérgeket lekezelve nyugodtan be lehet vinni a lakásba. Akár például ezt lehet kombinálni, na most már itt a lakberendező kibújt belőlem a lakberendező, ez nyilván nagy rá, de mondjuk egy kisebb gyertyatartót rá lehet helyezni, tehát hogyha itt valaki van ideje, és van egy kis kreativitása, vagy szeme, vagy csak egyszerűen eljátszik ezekkel a dolgokkal, akkor szerintem már maga az olyan, mint egy ilyen kis meditációs folyamat. Tehát egy picit kikapcsol minket a dolgokba, akkor se a hülyeségekre gondolunk, vagy a hülyeségek járnak a fejünkben, hanem a szép dolgok. Veronika, mögötted egy nagyon érdekes kép lóg itt most a mi stúdiónkban, és úgy tudom, hogy ehhez hasonlót lehet is majd nálatok készíteni? Így van. Nagyon divatosak most a falfestések, vagy faldekoráció készítések, és nyilván ezt egy lakásban, mi a műhelyünkben nem tudjuk megvalósítani, de nagyon sok helyen már fali paneleket, tehát hogy ez módosítható, változtatható legyen, fali panelekre festenek ilyen falfestéshez hasonló dekorációkat. Ezek milyen méretűek, ezek a fali panelek? Amit most nálunk lehet készíteni, ugyanekkor a méretű, ami itt van mögöttünk, tehát egy 50x70-es méretű fali panel, de bármilyen fa alapra lehet, vagy vászonra lehet készíteni különböző dekorációkat, amiket mozaikszerűen, vagy önmagukban is egy interiőrbe be lehet helyezni. Tehát ilyen workshopunk lesz most 14-én, 15-én majd, októberben. Nagyon sokféle anyagot lehet megismerni, anyaghasználatot, stencileknek a használatát, és hogy hogyan lehet ezeket a színeket egymás mellé, vagy egymásra építeni egymásra. Meg gondolom, hogy technikát is, hiszen azért... Struktúrákat, technikákat, hogy hogyan lehet ezeket a
textúrákat elérni. Kell ehhez valamiféle tehetség, vagy elég a nyitott szív, meg az, hogy valaki oda tegye magát, figyeljen, és akkor ezek elsajátíthatók, akkor is, hogyha nem vagyunk nagyon nagy vénával megáldva a képzőművészet területén. Ez már a második workshopunk lesz, tehát a nagy sikere tekintettel most szerveztük újra, és nagyon-nagyon érdekes volt az első alkalommal, és mindenkinek a személyisége visszajött egy fali panel festésben. Nem kell hozzá képzőművészeti tehetség, egyszerűen önmagát kell adnia itt is az embernek, és akkor biztos olyan készül, amit tetszeni fog neki, és szeretni fog. Ezt te készítetted? Nem, ezt nem én készítettem, ezt a képet. Megpróbáltam itt párhuzamot vonni, de akkor ez most nem a művészeti pszichoanalízis része. Veronika, köszönjük szépen, hogy itt voltál, és köszönjük szépen a szépségeket. Köszönöm, hogy meghívtak. Az országban egyedülálló módon két szakágban faszobrász és fafaragó népiparművész Barát Sándor az alkotó kiállításán járt stábunk a Nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központban. Ha elkeres rózsám, elkerülnek élni, hogyha fáj a szívem, fájom a tiéd. Addig kerülgetjük, kis angyal a vágyat, meghasad a szívem, bánatomban meglás. Barát Sándor Kristóf fafaragó 1956-ban született falusi környezetben, a vidékre jellemzően nagy családban nevelkedett egy tiszamenti kis községben. 10 évesen volt, amikor elkészítette első fafaragását, egy madárkát. Kezdetben tárgykészítésben, tárgydíszítésben tette próbára ügyességét, ezután figyelme a figurális alkotás irányába mozdult olyan témában, amelyet ő is jól ismert és amelyben benne élt. A beregi falu élete, jellegzetes alakjai, a paraszti élet munkafolyamatai elevenednek meg az egyéni stílusú szobraiban. Az a címe, hogy Beregbe faragta Barát. Mégpedig Barát Sándor Kristóf népi faszobrász és tárgyalkotó iparművésznek a mondhatni életmű kiállítása, hiszen Sándor barátunk jó 50 éve alkot már, és faragja a szobrait, illetve az egyéb fafaragásait, amelyekből egy reprezentatív kiállítás nyílik a mai napon, és hát szeretnénk, ha minél többen láthatnák, ezért legalább október 31-ig biztos, hogy látogatható lesz majd itt a Váci Mihály Kulturális Központban. Azok az életképek, azok a figurák elevenednek meg itt, amely a régi világ, tehát még a TSS-ítés előtti évtizedek, sőt akár évszázadokról is beszélhetünk, szóval ennek a korszaknak a jellegzetes alakjait, jellegzetes mozdulatait és jellegzetes falusi mindennapjait mutatják meg, és természetesen azokat az eszközöket, azokat a szerszámokat, amelyeket a falusi emberek használtak. Itt minden hiteles, hiszen az alkotó maga ebből a közegből származik. Ő neki ez a gyermekkorának a mindennapjait jelentette, és mindenképpen hitelességről beszélünk. Egyrészt maguk az alakok hiteles alakoknak számítanak, hiszen vannak olyanok, akik abban az időben születtek, mint mondjuk az alkotó, és felismernek egyik-másik szoborban egy bizonyos nénit, egy bizonyos bácsit, illetve maguk az egész munkafolyamatok, amelyek ugye megidéződnek ezeken a szobrokon, valóban így történtek, és így voltak láthatók a mindennapokban. Itt egy másik fajta vonulata tárul a közönség elé az alkotónak, Barát Sándor Kristófnak, hiszen ő nem csak szobrokban jó és kiváló, és nagyon-nagyon-nagyon kiváló, hanem az egyéb fajta fafaragás kategóriáiban, hiszen a különböző díszítő fafaragások, a kínáló tálak, a sótartók, fűszertartók, de beszélhetünk itt a pásztorbotokról, mind-mind megjelennek ebben a kiállításban, hiszen nagyon-nagyon sok mindent alkotott és alkot ma is az elmúlt évtizedekben és a mostani mindennapokban, és hát abból is szerettünk volna egy válogatást, egy reprezentatív megjelenítést nyújtani a látogatóknak.
Nyilvánvaló, hogy a köztéri alkotásait nem hoztuk el, tehát akár a fejfákról beszélünk, akár az olyan emlékoszlopokról, amelyek különböző falvakban, különböző temetőkben láthatók, de megpróbáltuk, illetve ő maga, a művész megpróbált egy minél szélesebb spektrumát felvonultatni az ő életművének. Egy vidéki művész nem a márványt fogja választani sajátjául, pláne hogyha paraszti közegből érkezik, hanem a fát. Erre itt Szatmár-Berekben azt hiszem, hogy volt lehetősége is, és ezt tudta kamatoztatni. Így van, hát ez egy kézenfekvő dolog volt, hogy a fát használta a művész úr, és úgy gondolom, hogy ez is üzenetértékkel bír, hiszen a Berekre jellemző növény az valóban a fa, és ott is akár a tölgyfa, akár pedig más keményebb fák, és ezek mind-mind azért jelképesek is, és jelképesek az alkotások is, hiszen a fában is megjelenik az a múlt, amelyre mi úgy gondolom, hogy büszkék vagyunk, és amelyből előtt kell meríteni, és a fából kialakult művekben is benne van. Akár legyen az egy motívumkincsel felvértezett mű, vagy legyen egy alakos megfogalmazása annak az üzenetnek, amit Barát Sándor szeretett volna átadni, és nagyon örülünk annak, hogy ez nem csak a múlt, hanem a napjainkban is folyamatosan újabbnál újabb alkotásokkal lep meg bennünket Barát Sanyi bácsi, és hát bízunk benne, hogy ennek a művészetnek lesz folytatása, és ennek a művészetnek pedig az üzenetét sokan fogják majd úgymond kamatoztatni a mai világban is. Kedves nézőink, kollégáim nevében is köszönöm, hogy ma velünk tartottak, töltsék kellemesen a hétvégét, viszontlátásra!